Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy jóképű herceg egy gyönyörű kastélyban. Mindent megkapott, amire csak a szíve áhítozott. A nép úgy gondolta, hogy egy kissé, nos, nagyképű. Ha a herceg új cipőt akart, megkapta. Ha a kedvenc ételére vágyott, ezüst tálcán vitték elé. Köszönöm, elmehet. Egy napon ez a fiatalember úgy határozott, hogy a kastélya összes szobájába tükröket rakad be, hogy mindenhol láthassa önnön szépségét, akármelyik terembe is lép be. Nem ismerlek titeket, de ha reggel felkelek, nekem az utolsó dolog, amit szeretnék, az, hogy meglessem magam a tükörben. A hajam egy kócsalom. Egy hideg éjszakán volt egy idős hölgy, aki rótta a falucska utcáit és étel után kéregetett, hát ha megszánja valaki, és csak egy meleg helyre vágyott. Elérkezett a hercegi kastélyhoz, és bekopogtatott az ajtaján. A herceg ajtót nyitott, s az öreg hölgy így szólt. Ó, kedves herceg, kérlek, légy hozzám könyörületes. Adj nekem egy vekni kenyeret, s egy meleg pokrócot. A herceget felbosszantotta az öreg hölgy kérése, és rögvest kiadta az útját. Megnálásolok itt többet. Nagyon nem füllött a kedve az öreg asszonyhoz. Szóval az erdőre szegezte mutatóujját. Ki innen? Kifelé? De azonnal! Azonnal! Ahogy az öreg hölgy bánatosan indulóra fogta, még visszanézett a hercegre, és így szólt. Lehet, hogy nincsen pénzem. Lehet, hogy öreg vagyok, és csúnya. De a szívem csordultig van szeretettel. De honnan is tudhatnád? Hisz neked olyan nincsen. És azzal egyszerre a kis öreg hölgy egy varázslatot küldött a hercegre. A herceget szörnyeteggé varázsolta. Elmondta neki, ha megtanulja, hogyan kell kedvesnek lennie másokkal, és hogyan szeressen szívből, és a szerelme viszonzásra talál, a varázslat abban a percben megszűnik, és ismét visszaváltozik herceggé. De ha nem változik meg, akkor örökké szörnyeteg marad. Évek múltak el, és a szörnyeteg egyre csak idősebb lett, és egyre ijesztőbb. Napról napra rosszabbul érezte magát, és lassan elhitte, hogy soha többé nem fog szerelembe esni senkibe, és bizonyosan nem fog szerelembe esni belé egy lélek sem. Hogyan találsz rám szerelmem, mikor leszek szabad? Szörnyeteg lettem, de valami megváltozott bennem. Nem messze a kastélytól élt egy fiatal kedves ifjú lány. Kitaláljátok, hogy mi volt a neve? Így igaz, Bellának hívták. Az egész faluban jól ismerték, mindenkinek jó barátja volt, és a szíve csordultig volt kedvességgel. Bella imádott olvasni és énekelni. Az édesapja is nagyon kedves volt, és persze vicces is. A haja kócos volt, és egy kissé szórakozott professzor volt. De ez egyáltalán nem zavarta Bellát. Nos, ahogy telt múlt az idő, az emberek suttogni kezdtek Belláról és az apukájáról. Rendesen hallani lehetett a piac téren a pletykákat. Bella mindig csak azokat a könyveket bújja. Mindig csak énekel, s járkel a faluban. Az apukája meg olyan, mint egy kis poloska. Ti láttatok már poloskát? Hát én még nem. De azt hiszem, nem is szeretnék. Na de gyerünk vissza a sztorihoz. Egy hideg éjjelen Bella apukája hazafelé tartott, épp a domboldalon, mert épp egy kiállításon mutogatta a legújabb tudományos kütyüjét. Amikor egyszer csak megijesztette néhány farkas és az üvöltésük, és rossz úton fordult le, amely elvezette őt a kastélyhoz. Másnap Bella meglepetésére apukáját sehol sem találta, pedig mindig együtt költötték el a reggeliüket. És az egyik helyi cipőkészítő elmesélte neki, hogy látták őt előző este a kastélyhoz vezető úton. Ez aggodalommal töltötte el Bella szívét, és rögvest felkerekedett, és a kastélyhoz sietett, hogy megtalálja apukáját. Ahogy felért a kastély ajtajáig, még csak nem is kopogott,
egyenesen berontott az ajtón, és követelte, hogy láthassa az apukáját. Mrs. Potts elvezette őt a kastély börtönéhez, és akkor meglátta édesapját rácsok mögé zárva. És akkor egyszer csak Bella meghallotta, ahogy a szörnyetek kieresztett egy hátborzongató üvöltést, amiben beleremegtek a kastély falai. Bellát nagyon megrémítette, de felülkerekedett félelmén, és bátran viselkedett. Kérlek, ijesztő szörnyeteg, engedd szabadon apukámat, ő semmi rosszat nem tett ellened. Ne! Üvöltötte a szörnyeteg. Az édesapám nincs jól? Ő már idős, és haza kell mennie, ahol melegben és biztonságban lehet. Ha úgy gondolod, tarts fogva engem az apukámért cserébe. A szörnyeteg belement a cserébe, és Bella apukáját kiengedte, viszont Bellát a kastélya egyik szobájába kísértette. Mostantól itt maradsz velem a kastélyban. Csatlakozol hozzám vacsorára. Meg ne halljam, hogy ellenkezel. Drágán megfizetsz, ha nem azt teszed, amit mondok neked. Vajon meddig kell ítélnem? Vajon mikor leszek szabad? De valami asszogja nekem. Lehet, hogy valamit fel kell fedeznem. Bella nem vette jó néven, hogy parancsolgatnak neki. Vagy udvariasan kérsz meg rá, vagy különben nem vacsorázom veled. Viseltes tiszteletteljesen irányomba, és akkor én is tisztelni foglak. Telt múlt az idő, és a szörnyeteg egyre kedvesebbé vált. Lassan rájött, hogy nem főnökösködhet Bellával. A szíve minden alkalommal megdobbant, amikor Bellára szegezte a tekintetét. A mosolya, a szép szemei, és ahogy énekelt. Nem ismerlek titeket, de én azt hiszem, hogy a szörnyeteg kezdett szerelembe esni Bellába. Egy délután Bella és a szörny épp a teraszon teáztak, és jól érezték magukat, és Bella mindenféle játékra tanította a szörnyeteget. Ez alatt egy alattomos farkas lopakodott a szörnyeteg mögé, és egyszer csak ránt. A két fenevad küzdött egymással. Nagyon veszélyes helyzet volt. A farkas végül legyőzte a szörny, és az elszaladt, de mélyen megkarmolta a karját. Bella bekötözte, és ettől már is sokkal jobban lett. Bella, azt szeretném mondani. Köszönöm, hogy elláttad a sebemet. És mind a ketten elmerültek egymás szemében. Mindketten. Nos, éreztek valamit a másik iránt. Lehetséges, hogy egymásba szerettek? Attól a naptól fogva a szörnyeteg a világ legudvariasabb lovagjává változott. Megmutatta Bellának a könyvtárát, és Bella megtanította, hogyan viselkedjen úriemberként. Emlékezzetek, azt már tudjuk, hogy a szörnyeteg szerelembe esett Bellába. Már csak arra lenne szükség, hogy Bella is szerelmes legyen a szörnyetegbe. Egy estén Bella tanította a szörnyet, hogyan kell táncolni, amikor a szörnyeteg megkérdezte Bellát. Drága Bella, boldog vagy itt? Velem? Igen. Igen. Az vagyok. Én szeretlek téged. És azzal megcsókolták egymást tánc közben. A szörnyeteg igazán megváltozott. A szíve megtelt gyengédséggel és szeretettel. Még meg is hívta Bella apukáját, hogy éljen velük a kastélyban. És abban a pillanatban a varázslat megtört. Egyszerre csak varázsütésre a szörnyeteg visszaváltozott herceggé. És a herceg és Bella boldogan éltek életük hátralévő részében. Hülye betyár mindenit, hát micsoda egy sztori? Nos, én nem hiszek a mágiában. Ez csupán egy történet. De ezt viszont tudom. Mindig legyen szeretet a szívetekben, legyetek kedvesek azokkal, akiket szerettek, és soha ne ítéljetek meg egy könyvet a borítójáról.
Ez azt jelenti, hogy nem tudhatjátok, milyen egy ember belülről, csak az alapján, ahogyan kinéz. Ismernetek kell, milyen szíve van belülről. Nektek is jó szívetek van? Hát persze, hogy jó. Ebben biztos vagyok. Vigyázzatok magatokra, kedves barátaim! Sziasztok a következő mesénkig! Ha tetszett a videónk, kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra! Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy mesés királyság, ahol a király és a királyné egy gyönyörű kastélyban éltek. A királyné életet adott egy elragadó kislánynak. Nagyon boldogok voltak. Amint a kislány megérkezett, kint havazni kezdett, és a királyné így szólt. Kedves férjem, nevezzük el a lányunkat Hófehérkének. És így kapta a kislány a Hófehérke nevet. Sajnos az anya eltávozott, amikor Hófehérke még fiatal volt. Az apa újra nősült, de ezúttal egy olyan nőt vett feleségül, akiről azt gondolta, hogy kedves. De nem találjátok ki. Ő titokban egy gonosz boszorkány volt. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Én vagyok a legszebb, és örökké én is maradok. Senki nem veszi át a helyem. Én vagyok a királynő, és maradok örökké. Mondta a királynő, és belenézett a tükörbe. A tükör mindig így válaszolt. Igen, hordőm, te vagy a legszebb a vidéken. Nincs nálad szem, és nem is lesz soha. Teltek az évek, és Hófehérke egy kedves szívű, gyönyörű leányát cseperedett. A gonosz mostoha mindig féltékeny pillantásokat vetett rá. A gonosz királynő lesétált a varázstükörhöz, és megállt előtte ismét. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Ó, kedves hölgyem, te gyönyörű vagy, de most őszinte leszek. Már Hófehérke a legszebb lány. Szépségéhez nincsen fogható, és soha nem is lesz már. A gonosz királynő féltékenységi rohamot kapott. Egyszerűen nem tudta elviselni annak gondolatát, hogy valaki szebb lehet, mint ő. Nem tehet bele sok idő, és a gonosz királynő annyira féltékeny lett, hogy magához hívatta az egyik vadászt, és kérte, hogy azonnal jöjjön be a sötét tróntermébe. Hívattál engem, felséges királynőm? Kérdezte a vadász. Figyelj rám, és jól vésd az eszedbe, amit mondok. Megparancsolom neked, hogy vidd ki Hófehérkét az erdőbe, és szabadulj meg tőle egyszer s mindenkorra. Parancsolta a királynő. Úgy érted, azt kéred tőlem, hogy... Igen. Holtan akarom őt látni. Értetted, te semmire kellő bolond. Cselekedj, ahogy kértem. Most. Ja, istenkém. Hát nem hiszem el, amit olvasok. Hogy lehet valaki ilyen kegyetlen és szívtelen? Á, a csodába a gonosz királynővel. Hát legszívesebben jól megmondanám neki a magamét. Ó, na de gyerünk vissza a sztorihoz. Még azon a késő estén a vadász megkérte Hófehérkét, hogy menjen ki vele mélyen az erdőbe, mert talált egy bajba jutott őzikét. Hófehérke annyira aggódott, hogy habozás nélkül igent mondott a vadásznak, és kiment vele mélyen az erdő szívébe. Észrevette, hogy a vadász fázik és reszket, ahogy egyre mélyebben hatoltak a sötét erdőbe. Elnézést, vadász úr! Úgy látom, hogy fázik. Engedje meg, hogy odaadjam a keszkenőmet, hogy egy kicsit felmelegedhessem, mielőtt tovább megyünk. Ez annyira elszomorította a vadászt, tudta, hogy Hófehérkének milyen kedves szíve van, és egyáltalán nem szerette volna bántani. Hófehérke, én el kell mondanom neked az igazat. Fuss! Fuss jó messzire innét! A gonosz királynő megparancsolta, hogy öljelek meg. De én nem tudok ilyen szörnyűséget tenni. Sírta el magát a vadász, és azzal Hófehérke
Félelemtől telve futott, amilyen gyorsan csak a lába bírta, egyenesen be az erdőbe. Nem tudta, merre tart, de azt tudta, hogy olyan messzire kell fusson a gonosz királynő elől, amilyen messzire csak tud. Egész este futottam. Ó, annyira fáradt vagyok. Ó, egy házikó. Lehet, hogy van itt egy kis víz nekem, és egy hely, ahol meghúzódhatok, hogy pihenjek egy percre. Én vagyok Peti, a nevem Tomi. Én pedig Alvin, a nevem Robert. Én pedig Laci és Gyuri. Az én nevem Félix. És attól a pillanattól kezdve a törpék és hófehérke nagyon jól kijöttek egymással. Ami azt illeti, Peti, Tomi, Alvin, Robert, Laci, Gyuri és Félix meghívták Hófehérkét, hogy maradjon velük. Hófehérke imádta ezt az ajánlatot. Én megfőzzök nektek mindent, ígérem. És még be is vetem a kis ágyaitokat, amíg dolgoztok. A hét törpe aranyásóként dolgozott a bányában. Imádták, hogy Hófehérke gondoskodott róluk. Ami azt illeti, bárcsak rám is főzne, takarítana valaki, bevetné az ágyamat. Ó, hát ez fantasztikus volna! Egész nap csokit ennék és málnás teát iszogatnék. Ó, Istenkém! Megint elkalandoztam! Na de gyerünk vissza a sztorihoz! Eközben a kastélyban a gonosz mostoha megint a tükör előtt pózolt. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem! Ki a legszebb a vidéken? Arra számított, hogy a tükör ismét azt mondja neki, hogy ő a legszebb, hisz azt gondolta, hogy Hófehérke már meghalt. Ó, kedves úrnyom, te szép vagy, de őszinte leszek hozzád. Hófehérke már a legszebb a vidéken. Nincs párja szépségének, és nem is lehet soha. És hol él ez a Hófehérke? Kérdezte a gonosz királynő. Megtalálod messze mélyen az erdőben. Nagy távolságot kell megtennem egészen egy kis falucskáig, amit törpe birtoknak hívnak. Keress egy kis házat, ahol rátalálsz a gyönyörű Hófehérkére, aki a hét törpében él. Magyarázta a tükör. A gonosz királynő előállt egy halálos tervvel. Használta a boszorkány varázserejét, átváltoztatta magát egy öreg koldus nővé, és megrakott egy kosarat telistele almákkal. De az egyiket az almák közül, amiről csak ő tudott, megmérgezte és félretette Hófehérkének. Na most, mielőtt a törpék elindultak a munkába, figyelmeztették Hófehérkét. Egy kis madár azt csiripelte nekünk, hogy most a hádútra kent érted. Szóval kérünk, kérünk szépen, Hófehérke, ne nyiss sajtot senkinek, ne beszélj idegenekkel, ne nyiss sajtot senkinek, és ne beszélj senkivel. Kérünk szépen, Hófehérke. Hófehérke hallgatott a törpékre, és viszlátot intett nekik. A törpék felsorakoztak, és elindultak dolgozni. Sziasztok, kis állatok, kedves kis nyuszi, és egy őzike. Ó, én úgy szeretem az összes állatot. Most mennem kell, készítek egy kis levest. Épp amikor Hófehérke készült kinyitni az ajtót és bemenni a kis házikóba, hangokat hallott a háta mögül. Hát szervusz, kis kedveském! Ajánlhatok neked egy almát? Kérdezte az idős hölgy. Ha nincs esetleg pénzed rá, rendben van. Szívesen odaadom neked ingyen. Olyan messziről utaztam idáig. Azért szeretném ezt az almát neked adni, mert olyan szép vagy. Mondta a gonosz boszorkány. Hófehérke olyan kedves volt, megsajnálta az öreg hölgyet. Szóval beszélt vele egy kicsit, és elfogadta az almát is.
Sőt, még fizetett neki egy kis pénzt is érte. Azt az egy szem aranypénzt adta neki, amit a törpöktől kapott. Elég volt egyetlen harapás. Az alma annyira mérgezett volt, hogy egy aprócska falattól Hófehérke a földre zuhant. Habár úgy tűnt, hogy meghalt, Hófehérke egy varázslat csapdájába esett, amit csak is egy igazi herceg csókja oldhatott fel. Végre! Én vagyok a legszebb nő az egész világon, és mindörökké a legszebb maradok. Mindörökké! Sikított a boszorkány. Egy nehéz napi munka után a törpök hazatértek, és meglátták Hófehérkét a földön feküdni. Úgy látták, hogy meghalt, és nem bírtak életet lehelni belé. Sírtak, ríttak, és olyan szomorúak lettek, majd megszakadt a szívük. Minden nap hozunk neki friss virágot. Készítünk neki egy üvegkoporsót, hogy minden nap láthassuk. Feküdhet a koporsóban. Túl szép, hogy eltemessük. Mindörökké szeretni fogjuk. Sírtak a törpök. Múltak a napok, és egyszer egy fiatal herceg arrafelé tévedt az erdőn keresztül. Amint meglátta a törpöket a koporsó körül, azonnal megállt. Nem hitte el, hogy Hófehérke meghalt, olyan szép volt. Ki ez a gyönyörű hercegnő? Mi történt itt? Kérdezte a jóképű herceg. A törpök elmondták neki, hogy mi történt, és ez elszomorította a herceget. Megkérte a törpöket, hogy nyissák fel a koporsót, lehajolt, és megcsókolta Hófehérke piros ajkát. Abban a pillanatban a varázslat megtört. Hófehérke kinyitotta szemeit, és a két fiatal első látásra egymásba szeretett. Nos, nem találjátok ki. A herceg megkérte Hófehérkét, hogy legyen a felesége, és ő igent mondott. A törpöket pedig meghívták az esküvőjükre, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Hű a betyár mindenit! Hát micsoda egy sztori? Ó, fogadok, azt kérdezitek. És mi történt a gonosz királynővel? Nos, ő ismét megkérdezte a tükröt. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem! Ki a legszebb a vidéken? Ide figyelj, te öreg gonosz boszorkán! Ne kérdezz többé tőlem semmit! A szíved gonosz, és én nem válaszolok neked többé! És azzal a tükör darabokra tört. Ez annyira felpaprikázta a gonosz királynőt, hogy holtan esett össze. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám itt a Nati mesékben. Remélem tetszett a mesénk. És emlékezzetek, az, hogy belül kedvesek legyetek, sokkal fontosabb, mint hogy kívülről csinosak legyetek. Legyen mindig kedves a szívetek. Keressetek még több sztorit Nati mesékben, ne felejtsetek el feliratkozni, és nyomjátok meg a kis piros csengőt is, hogy értesüljetek legújabb tartalmainkról. Sziasztok, kedveseim! A következő mesénkig!